Sziasztok! Ebben a videóban egy command block szerkezetet fogok bemutatni, egészen pontosan egy kombinációs zárat. Még tavaly augusztusban küldött nekem MindFox egy kihívást, hát igen, nem most volt, de végre elkészültem vele. Azt hiszem, nem tudom, szerintem 1.8-ban építettem meg, hát igen, azóta már itt az 1.9, de nem használtam ki semmi ilyesmit, meg lehet csinálni 1.8-ban is. Egy helyen használtam új command blockokat, de azokat le lehet cserélni. Olyan parancs meg nincs, ami ne lett volna 1.8-ban. Akkor pár szóban a szerkezetről. Az ő videójában van pár ajtó, ezek közül kell kiválasztani egyet egy gomb segítségével, és aztán megadni a kódot karok segítségével. A leírásban ott van a videója, azt is nézzétek meg, hát illetve a linkje a videójának. Természetesen ezt próbáltam felülmúlni, mint ahogy az eddigi kihívásokban. Három ajtót raktam le, ezeknek is külön-külön be lehet állítani a kódot. De gombokat használtam, és nem kellett kiválasztani az ajtót, csak elkezded gépelni a kódot, és hogyha eltalálod, akkor ugye kinyílik az ajtó. Most lehet ezen a panelen is begépelni a számokat, ugye ahogy olvasunk, a bal felső sarokban van az 1-es, ez a 2-es, 3-as, és így tovább. Ezen is be lehet írni, de szerintem ez már nem olyan szép megoldás, sokkal jobb terróval. Ha itt a gyémánt blokkon lévő gombot megnyomjátok, akkor megjelenik, megcsináltam így is, azért mégiscsak jobb. És akkor gyorsan meg is mutatom, hát ezt egyébként így lehet nyomogatni, csináltam neki hangot is. Nem fog semmi történni, egészen addig, amíg jó kódot nem írok be. Az elsőnek, a bal oldalinak például 1-2-3. Tehát itt akármit nyomogathatok, amíg 1-2-3-at nem ütök, hát nem történik semmi, ha pedig igen, akkor kinyílik. A másodiknak 5-5-5 a jelszava, ezzel azt szemléltetem, hogy lehet ismétlődést is belerakni. Puff. Az utolsónak pedig hosszabb kódja van. Úgy csináltam meg, hogy maximum 10 karakter hosszúságú kódot lehet megadni. Amint mutattam, az előbb akár rövidebbet is lehet, de nincsen kötelező hosszúság, tehát hogy nem csak 3 hosszúságot lehet. Tehát 9, 7, 5, 3, 1, és akkor kinyílik. Na, ez egyébként így néz ki. Ezeket a gyapjúkat hasonlítja össze. Mindig, amikor megnyomok egy gombot, akkor lerak egy gyapjút. Itt mutatom, például az 5-ös a sárga, most megnyomom, akkor ugye kerül egy sárga. Amit láttátok, az egészet először arrébb tolja, és aztán rakja le a sárgát. És minden ilyen lerakás után összehasonlítja az ajtók fölött lévő blokkokkal. És hogyha egyezés van, akkor értelemszerűen kinyílik az ajtó. Ezt természetesen nem kell ide rakni, mindennek változtatható a helye. Élesben nyilván nem így az ajtó fölé raknánk, hanem valahol eldugva a talaj alá, vagy a fal mögé, bárhová. Most csak ide dobáltam le. Igen, ide raktam bedrockot, tehát hogy onnan az ajtótól egészen idáig ilyen hosszúságú kódot lehet megadni. A fekete a reset egyébként becsukja az ajtókat. Na, akkor gyorsan a szerkezet. Hogy is kezdem? Hát egyébként itt ez a lényeg, tehát ezek a command blokkok itt csak set blokkok egyébként, ez ugye sima tarrow, és abban szintén set blokkok vannak, tehát erre a rendszerre hivatkozik mindkettő. Na most, ha az 1-es nyomom meg, akkor ide, mutatom, na, ide, ahol most raktam a vasat, ide rak le egy redstone blokkot, mutatom is. Ugye mindjárt le is veszi a fölötte lévő command blokk, levegőt rak a helyére, tehát mindjárt resetelődik is. Tehát amikor ide kerül egy redstone blokk, vagy igazából bárhová ide, akkor ugye ez a redstone csík itt aktiválódik, és ezt a két command blokkot aktiválja. A jobb oldali, na az egy play sound, az adja ezt a szép effektet, a bal oldali pedig egy klón, ez az egészet így arrébb tolja. Így innentől idáig, az utolsó előttig van kijelölve, és így egyel arrébb tolja. Egyébként meg tudom mutatni, most lerakok mellé egy gombot. Így, és akkor így szépen csúszik oldalra. Oké, ha megvolt az eltolás, akkor ugye utána késleltetéssel, tehát mindenképpen előbb kell eltolni, nehogy felülírja az előtte lévő blokkot. Tehát késleltetés után ezek a blokkok futnak, ne, ezek pedig set blokkok, ide a csicsás homokkő fölé rakják le a blokkot. Értelemszerűen amilyen szín van fölötte olyat, tehát segítségképpen leraktam, ezt például magentát rakja le oda. Na, tehát megvolt az arrébb tolás, aztán ugye jön a jel tovább ide, aztán itt megint össze vannak kötve redstone-nal, ugyanis
ez megint egy ilyen közös rész, az ellenőrzés. Ezek az ellenőrzések. Ez például a legjobb oldali, aminek olyan hosszú kódja volt. Ez egyébként egy sima test for blocks, összehasonlít két teret. Ami nagyon fontos benne, ez a masked paraméter itt a végén. Ha ezt nem adjátok meg, akkor all lesz, a default értéke az all. Ez azért fontos, mert ha megnézitek, igazából először beírok egy kódot. Így. Tehát most megnézitek, akkor kinyitotta az ajtót, de hát nem is hasonlít, ami ott van. Hát pontosabban hasonlít, és pont ez a lényeg, hogy itt ez a három, meg az a három az passzol. Itt a többi, az levegőblokk, ezzel már ő nem foglalkozik. Tehát ez a masknek a lényege, hogy nem kell pontosan minden blokknak egyeznie. Ha nem írjátok oda, akkor ugye ezt all-nak veszi, azaz utána ott levegőnek kell lennie. És hát az ugye nem jó, akkor valahogy ki kell törölni a blokkokat, valahogy resetelni kell. Ez így egy fokkal kényelmesebb, tök mindegy, hogy miket írunk, hogyha ott van benne a jó kód, akkor kinyílik az ajtó. Jó? Tehát ugye ez úgy működik, hogy ez teszteli, és utána van ez a chain command block, ugye, ami akkor fut le, ha hozzákötött command block lefut, már ha ez így conditionerre van állítva. És hát lerakja a reston blockot le ez. És akkor ez az 1.9-es része a dolognak, de ez természetesen ugyanaz, mint hogyha így leraktam volna ide a chain command block helyére egy ilyen komparátort, és ezt a parancsot egy ilyen command blockba írom, tehát ez ugyanaz. Jó, meg utána resetelni is kell, akkor két command block kellene, hogy ugye ne küldjön folyamatosan jelet, hogy legközelebb is lehessen használni. Egy hátránya van igazából a szerkezetnek, az, hogyha nagyon gyorsan nyomogatjátok, ugye itt késleltetések vannak, úgyhogy azzal tönkre lehet vágni. Például ez az ötösen meg is tudom mutatni, ha nagyon gyorsan nyomkodom. Túl gyorsan nyomogattam, nem ezt akartam bemutatni, de itt van az egyik. Hopp. Na látjátok, ott van benne a kód, de mégsem nyitotta ki, ugyanis így hát késleltetések vannak ugye, és akkor ez még mindig jel alatt volt, amikor leraktam a következőt, aztán még mindig jel alatt volt, és nem futott le újra a tesztelés. Ez egy hátránya van ennek az egésznek. Ezt azzal lehetne egyébként gyorsítani, hogyha az összeset ilyen chain command blokkal használnánk. De azokkal szerintem sokan még hadilában állnak, meg hát egyébként így volt szerintem fair, hogy nem nagyon használtam ki az 1.9-es dolgokat, de amit látjátok, ez is igazából csak ilyen optimalizációs dolog. Ami még nagyon fontos, hogy erre felé kell olvasni, tehát ez az 1, 2, 3. Tehát hogy így nem az ajtótól indulva, vagy a bedrocktól, hanem úgy, hogy az ajtóig érjen el, és tehát ahhoz érjen a vége. A másik fontos dolog, ide raktam táblát, hogy két gameboot be kell kapcsolni, ha ezt megépítettek a saját pályátokon. Az egyik ez a send command feedback. Meg is mutatom. Ha be tudom írni. Game rule send command feedback. Na, ez azt tudja, hogyha akkor most bekapcsolom, az a legegyszerűbb, most be van kapcsolva, ez az alapértelmezett, hogyha én itt terrorba kattintok valamin, akkor ott van, hogy block paste. És akkor, ahogy írom a kódot, ez ugye a billentyűzet egyre följebb csúszik. És akkor ha ezt false-ra állítjátok, akkor nem fog. Ez tulajdonképpen ugye visszajelzés, hogy lefutott-e a parancs. És akkor így marad a helyén. A másik meg ugye a command block output, de szerintem ez így alap, hogy bekapcsoljátok pályán. Hogyha bármi command block lefut, akkor ezt ne írogassa a chatre, hogy sikerült neki. Azt szerintem már nem kell bemutatni. Úgyhogy ennyi lenne a szerkezet, remélem tetszett. Ha szeretnétek kihívást küldeni, a leírásban ott vannak a feltételek, minden info. A pálya természetesen letölthető, a link szintén a leírásban. A kézikönyv óvjon.